Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a hétfő reggelen nagy örömömre felvételről jelentkezünk. A nagy öröm nem annak szól, hogy nem vagyok a stúdióban, hanem annak, hogy ez azért történik így, mert egy olyan interjút hallhatnak meg a tisztelt hallgatók, amely nekem már nagyon régi álmom volt, hogy elkészüljön, és most elkészült néhány héttel ezelőtt. A mikrofon túlsó végén Almár Iván fog beszélni, akit alig ha kell azért nagyon bemutatnom a hallgatóságnak, mégis azért néhány mondatban fölrajzolom hát ezt az igencsak tartalmas életpályát, amit ő maga mögött tudhat. 1932-ben született Almár Iván, tehát 91 éves, azt írja róla például a lexikon, hogy magyar csillagász űrkutató, a fizikai tudományok doktora, a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, az MTA emeritus kutatója, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tiszteleti tagja, tehát a nagyjából 1000 akadémikus közül kiemelt pár tucat tiszteleti tag egyike, és ezt meg lehet sokáig folytatni itt. Most ettől eltekintünk, de hát azt, attól nem tekinthetünk el, hogy megjegyezzük, hogy a magyar űrkutatásnak kezdeteitől fogva, magyar űrtevékenységnek kezdeteitől fogva ott találjuk az ő nevét, mint az egyik első magyar űrkutatót. Tehát ők már akkor írtak a kollégáival könyvet az űrrepülésről, az űrhajózásról, amikor még nem volt űrrepülés vagy űrhajózás. És onnantól, hogy aztán felmentek az első műholdak, tehát amint lényegében megkezdődött az űrkorszak, akkor viharos gyorsasággal megszerveztett például Almár Iván és a kollégái már az 50-es évek legvégén azt, hogy Magyarországon is figyeljék meg a műholdakat és azok mozgását, amelyekből egyébként olyan fontos információkat lehetett megtudni, mint hogy milyen alakú a Föld, vagy milyen a felső légköre a Földnek, amelyről semmit nem lehetett tudni korábban. És ebben a magyar kutatók többek között Almár Iván igencsak élén járt, úgyhogy aztán ők a felső légkör kutatásban komolyabb nevet szereztek maguknak, és hát végül aztán nagyon sok egyéb tudományos eredmény mellett ez tette lehetővé, hogy a 70-es, 80-as években létrejöjjön egy egész kozmikus geodéziai obszervatórium, amelynek alapítója és vezetője volt Almár Iván, és hát nagyon sok fontos tudományos eredmény kötődik az intézet nevéhez. És érdekes, hogy éppen amiatt, hogy az űrkutatás alapvetően nemzetközi jellegű tevékenység, Almár Iván a 60-as, 70-es évektől sűrűn megfordult külföldi konferenciákon többnyire meghívással meghívott előadóként. Azért ezt nem mondhatta el nagyon sok ember magáról akkoriban, itt Kelet-Európában, de ő részt vett a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségnek a kongresszusain, épp úgy, mint a Nemzetközi Csillagászati Unió nemzetközi összejövetelein, és mint ilyen elkezdett érdeklődni a 70-es években egy akkoriban kezdődő hihetetlen tudományterület iránt, ami a mostani beszélgetésünk témája, az pedig a Földön kívüli intelligencia utáni kutatás, a SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Hát ebben aztán Almár Iván maradandót alkotott, a Rio skálát 2000-ben, amit aztán a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia hivatalosan elfogadta és ajánlja a használatát, és emellett elképesztő ismeretterjesztő tevékenységet is végzett. Ugye ott találjuk a szakértőkként nyilván legendás űrközvetítéseknél, ott volt, amikor Neil Armstrong a Holdra szállt, ő bent volt a tévéstúdióban, úgyhogy hát mindenképpen maradandó kulturális nyomot hagyott, tehát még azok is tudnak róla, akik amúgy életükben nem foglalkoztak csillagászattal vagy űrkutatással ennek köszönhetően. És hát hadd tegyem még hozzá, hogy az ebben a műsorban már többször emlegetett magyar ifjúsági űrtábor, tehát a Magyar Asztronautikai Társaság által üzemeltetett űrtábornak a kezdeményezője, amely nélkül természetesen Szokolébresztő sem létezne többek között. Na de olyan ikonikus könyvek főszerkesztésében
is kitüntette magát, mint az űrhajózási lexikon, vagy az űrtan, amelyek, hát akik foglalkoznak egy picit az űrkutatással, azok biztos, hogy találkoztak mindkét könyvvel. De most nekem a két személyes kedvencem az éppen a SETI-vel kapcsolatos két ismeretterjesztő könyve, a SETI szépsége, ami 1999-ben jelent meg, ami hát én szerintem úgy összességében az egyik legjobb magyar nyelven megjelent tudományos ismeretterjesztő mű bármiről. Tehát nem csak az űr, vagy csillagászat, vagy SETI témában pláne, hanem ugye összességében egy klasszikus, olyan, ami ennek én szerintem egy tudományos ismeretterjesztő könyvnek lennie kell, tehát ha valaki olyan szerencsés, hogy belefut egy ilyenbe az antikváriumban, akkor ne hagyja ott. És ugye rátekintett ugyanerre a problémára több mint 10 évvel később a Kozmikus Társkereső című könyvében. Hát azt talán még reménytelenül nehezebb beszerezni, 2011-ben a Kossuth gondozásában megjelent könyvet, SETI kutatás a 21. században. Ugye, hát ő az, aki tényleg a 60-as, 70-es évektől, tehát az egész tudományterület születésétől kezdve végig ott volt ezeken a konferenciákon, és első kézből figyelhette meg, hogy hogyan alakul ki ez a mindenkit érdeklő tudományterület. Tehát erről kérdeztük Nádasi Attilával közösen, aki a SETI klubnak a vezetője és megalapítója, egy igazi műkedvelő SETI tudor, és nagyon köszönöm neki ezúton is, hogy felvetette és bátorította ezt a lehetőséget, hogy csináljunk egy ilyen beszélgetést Almár Ivánnal. Hallgassuk tehát Almár Ivánt. Szívesen beszélek erről, én vissza tudok emlékezni még nagyon élénken a kezdetekre. Itt azt hiszem, én vagyok az egyetlen, aki legalábbis nem láttam más nyomát másnál, aki kiemelte azt, hogy az 1950-es évek utolsó éveiben, 57-től kezdve ugye két világhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió használt olyan berendezéseket, amelyek segítségével kozmikus távolságokra távolodott égitestek, mesterséges égitestekkel kapcsolatot tudott tartani. Tehát lehetőség nyílt arra, hogy rádiótávcsövekkel meghallgassák egy űrszondának a beszámolóját arról, hogy mit mért, hogy mit látott, megkapta a képeket, stb. És talán nem véletlen, hogy ebben a két országban indult el a SETI kutatás azért, mert elég természetes következtetés, hogy ha erre lehetőség van, ha valójában ilyen technika létezik, és már ilyen fejlettségi szinten van, hogy csillagászati távolságokba távolodott kisméretű testekről kaphat megérthető és feldolgozható ismereteket, akkor meg miért ne menjünk még egy lépéssel távolabb, és ne próbáljuk meg, hogy hát ha kapunk, a Föld kap olyan típusú üzeneteket is, amelyek nem emberi eredetűek, de valamiféle tartalmuk van, amit jó lenne érteni. Tehát ez volt az oka, hogy ebben a két országban az ország vezető csillagászai és vezető asztronautikában élenjáró szaktudósai elkezdtek komolyan foglalkozni az egész problémakörrel. Az, hogy két kiváló tudós, Kokón és Morrison 59-ben írt egy részletekbe menő cikket arról, hogy mit látnának legszívesebben, vagy mi lenne az a része a dolognak, amivel érdemes kezdeni, ezek nagyon hasznos dolgok voltak, de nélkülük is megszületett volna a SETI, ez ma már nyilvánvaló. És jellemző erre, hogy az első ténylegesen végrehajtott méréssorozatot az a Frank Drake indította el ugye Amerikában, aki ugyanarra az egyetemre járt, mint Morrison, és Morrison előadását is hallotta, de mégis teljesen függetlenül tőle indította el az első ilyen SETI kutatást, az OSMA tervet 1960-ban. Na most ez a kezdeti állapot bizonyos mértékig, szóval elég hosszú ideig fennmaradt. Ebben a két országban komolyan vették. Tehát, hogyha visszatérek a kiinduló kérdésre, Kardashev például megtehette azt, hogy fiatalon, mint Ambarcumjánnak a legnagyobb szovjet csillagásznak a tanítványa,
azt a témát válaszol doktori disszertációjának, hogy a szupercivilizációknak az osztályozása, és ezt megvédhette az Örmény Akadémián, aminek egyébként Ambarcumian volt azt hiszem az elnöke akkor. Tehát ez azért ez más országokban nem így volt, és nagyon sokáig nem így volt. Tulajdonképpen a fejlett országok, amelyek rádiócsillagászatban fejlettek, mint Hollandia, Németország, Anglia, Ausztrália, körülbelül föl is soroltam valamennyit, azok ezekben a 60-as, 70-es, 80-as évtizedekben nem igazán adtak időt ilyen típusú vizsgálatokra, és nem igazán foglalkoztak legfőbb mellesleg a SETI kutatásokkal. És volt egy harmadik része a világnak, amiben még Kína is beletartozott, és India is, ahol egyáltalán nem foglalkoztak ilyesmivel, még rádiócsillagászattal sem. Most ez a kérdés teljesen a feje tetejére állt, hogy ez a helyzet teljesen a feje tetejére állt az utóbbi időszakban. A feje tetejére állt nem olyan értelemben, hogy Amerikában és Oroszországban ne folytatnának ilyen típusú vizsgálatokat, bár az oroszra ott vannak kétségeim, mert azért a jelentős SETI kutatók jelentős része vagy megöregedett már, vagy kivándorolt Oroszországból, Izraelbe vagy Amerikába, és ott folytatta a kutatásait. Szóval ott a jelenről keveset tudok. Én úgy tudom, hogy vannak SETI kutatások, de hiszen nagy rádiótávcsöveik is vannak, de azért nem az élvonalban vannak pillanatnyilag. Az Egyesült Államokban nem szabad elfelejteni azt a döntő pillanatot, amikor a kongresszus egy 1992-es határozatában megtiltotta a NASA-nak, hogy finanszírozza, pénzelje a SETI kutatásokat. Ez mutatja, hogy még akkor is úgy külön választották ezt a témát a csillagászat egyéb részeitől, mert ez csillagászat volt akkor még, rádiócsillagászat, hogy nem engedték befejezni azt az elindított programot, amit a NASA finanszírozott abban az időben, és amelyik az egész égnek a letapogatását tűzte ki célul. Na most nem megyek bele a részletekbe, de sok minden megváltozott. Most már hosszabb ideje Angliában és Franciaországban bizonyos értelemben, az már nem is olyan nagyon friss dolog, és más országokban, Argentinában, Olaszországban komoly SETI kutatócsoportok működnek megfelelő berendezésekkel. A cél ezekben az évtizedekben, mert aztán a 90-es évektől ez változik, kizárólag az volt, hogy a rádiócsillagászati úton, a rádió megfigyelések segítségével találni üzeneteket, vagy egyáltalán valami olyan jelet, amelyik egyértelművé tenni, hogy vannak máshol is intelligens civilizációk, és van technikájuk arra, hogy csillagászatközi távolságokon keresztül üzeneteket küldjenek. Hogy küldenek-e, az nagy kérdés. És Klovszki azt a megállapítást tette, hogy nem látunk csodákat az égen, és ez körülbelül 1980 környékén datálható ez a kijelentése. Igen. Ez egy fontos pillanat volt, én azt hiszem, ezt hallottam. 1977-ben Prágában volt egy IAF kongresszus, és ott vannak SETI ülések, most már hosszú évtizedek óta, és ott kiválóságok gyűltek össze azon a prágai kongresszuson, mert lévén szocialista országban, tehát ott eljöttek az oroszok is, meg eljöttek a szocialista országokból, vagy a nem nyugatról származó SETI kutatók is, és ott Skowski ott volt, és mintha ott hallottam volna tőle ezt a mondatot én is, és azért emlékszem ennyire élénken, szóval nem csak olvastam. A lényeg az volt, annak, amit Skowski felvetett, hogy ő egyike volt a SETI megindítóinak. Egy nagy pionírja volt a SETI kutatásoknak, egyik híres könyvét magyarra is lefordítottak, és ugyanennek a könyvnek van egy kibővített változata, amelyenben
Sagannal közösen vitatják a kérdéseket, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas könyv lett belőle. Na, szóval ez egy kitérő csak a Shklovsky vonatkozásában. Azonban a Shklovsky valóban megfordult, és egyre többet hangoztatta, hogy ez a SETI kutatás nem lesz eredményes, mert ha lennének ilyen civilizációk, akkor látnunk kellene valamiféle csodákat az égen, és a csillagászok nem láttak ilyeneket. Na most ez megint egy olyan kijelentés, ami igaz, de hozzá kell tenni azt is, hogy nem lehet az 1977-es csillagászati kutatásokat például a maiakkal igazából összevetni. Mert az akkori kutatások ténylegesen sokkal-sokkal kisebb mértékben voltak hatásosak, amire a legtökéletesebb példa az, hogy még bolygót sem sikerült akkoriban felfedezni, pedig tettek sok kísérletet rá, mert az eszközök nem voltak elég fejlettek, és 95-ig kellett várni, amíg az első igazolt bolygó felfedezése megtörtént exobolygói, tehát olyan bolygói, amelyik egy idegen csillag körül kering, és ami otthont adhat egy idegen civilizációnak. Most ebben az értelemben valóban ez egy fontos dolog volt, de nem követte a Shklovsky-féle kijelentést, nem követte szervezett kutatás sehol. Tehát nem tudok olyan esetről, amikor komolyan foglalkoztak volna ilyen csodák keresésével. Meg kell különböztetni két dolgot. Ezzel párhuzamosan, a SETI-vel párhuzamosan tombolt már a Földön az UFO hisztéria. Tehát az, hogy itt a Föld körül szaladgálnak az idegen civilizáció eszközei, sokkal többen foglalkoztak vele, nem megfigyelési szinten, vagy komoly szinten, de mindenképpen sokkal több könyv jelent meg róla, sokkal több folyóiratcikk jelent meg róla, mint az egész SETI kutatásról. Tehát az emberek fejében azért az megrögződött, és az emberek, beleértem a tudósokat is, mert a tudósok is emberek, szóval az emberek fejében megrögződött az, hogy ez is egy lehetőség, hogy valahol valamiféle jelenségről, amiről nem értjük, hogy az micsoda és hogy keletkezett, arról legalábbis feltehető az, hogy létrehozták mesterségesen valamiféle olyan társadalom, aminek a technikájáról fogalmunk sincs, de céljairól épp úgy nincs fogalmunk, de mégis létrehozták. Tehát ez így eléggé természetes dolog, és megint a nagyhatalmak egymással való vetélkedése is közrejátszott, hogy lehetőség szerint az első igazi bizonyítékot arra, hogy léteznek ilyen civilizációk, azt lehetőleg egy szovjet, vagy lehetőleg egy amerikai, vagy lehetőleg egy angol tudós publikája, mert az jó. Többen meg is próbálkoztak ezekkel, nem sok sikerrel, mert végül is mindegyikről elég hamar kiderült, hogy természetes eredetű. Most én valamit elfelejtettem mondani, de fontos, hogy amikor én most próbálom fölvázolni a fejlődésnek az útját, akkor én alapvetően a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia SETI Bizottságának ülésein hallottak, és az ottan elhangzott előadások alapján beszélek. És azt kell mondanom, hogy az előadások alapján ezeket a most így egy kicsit periferikusan emlegetett esetek nem kerültek oda. Nem hallottuk ott. Szóval egyszerűen nem volt akkora súlya, hogy abban a erősen tudományos közegben elhangozzon. Most, ami döntő változást hozott 95-ben, az két dolog. Az egyik a legfontosabb, már egyszer említettem is, az exobolygók felfedezése, és döbbenetes gyorsasággal kiderült, hogy rengeteg van, hogy több bolygó van a tejútrendszerben, mint csillag, és hogy a naphoz hasonló csillagoknak a tejútrendszerben
nagy bizonyossággal vannak bolygói. Ez volt az első nagy felfedezés. A másik, aminek a jelentőségét hangoztatni szeretném, hogy közben megindultak, ez szintén a 90-es évekre jutott el a horizontig, az komoly asztrobiológiai kutatások az egész Földön. Előtte nem volt asztrobiológia. Voltak bizonyos kutatások, hogy hogy keletkezett az élet a Földön, de olyan típusú szervezett kutatás, hogy vajon hol lehet még élet, nem civilizáció, élet valahol máshol, az komoly lendületet kapott azzal, hogy kiderült, hogy ennyi bolygó van, és kiderült, hogy ezek a bolygók lakhatóak is. Tehát ott legalábbis a nem technikai civilizációt, hanem életet kereső tudósok egy lehetőséget kaptak arra, hogy esetleg némi csillagászati támogatással bizonyítékokat gyűjtsenek róla, hogy tényleg vannak. Tehát beindult egy döntő lépés abban az irányba, hogy a naprendszeren túl is, mert hát a naprendszeren belül kerestek már korábban is életet bolygókon, Marson elsősorban. Erre voltak kísérletek, amik azonban jellemző módon eléggé vitatott eredményekre vezettek. Nem egyszerű dolog eldönteni, hogy valami élő vagy nem élő, azt azért ismerjük el, és viszont attól kezdve, hogy megnyílt az egész univerzum, ez kicsit túl költő és túlzott kijelentés, hogy az egész univerzum, de egy a korábbi térnél, a naprendszer terénél milliárdszor nagyobb tér megnyílt olyan értelemben, hogy ott a távcsövek lehetővé teszik az élet nyomok kutatását különböző technikai eszközökkel, elsősorban színképelemzés segítségével. Most ez a technikai fordulat, és ez az asztrobiológiának ez a nagy fellendülése, az, hogy asztrobiológiai intézetek vétesültek mindenfele, hogy ott az állami támogatás szükséges volt, és adták. És hogy a két terület, az asztrobiológia és a SETI közeledett egymáshoz, mert ugyanazokat a tápcsöveket kezdték használni, és ugyanazok a célt kitűzések is voltak nagyjából. De végül is érdekes bolygókat kerestek, olyanokat, amelyeknél valami van. És lehet vitatkozni azon, hogy most az életet könnyebb felfedezni ebből az óriási távolságból, fényévek távolságából, vagy a technikai civilizációt éltek. Általában természetesen a technikai civilizáció nyomait könnyebb. De hát az mennyire gyakoriak? Tegyük fel, hogy léteznek, de mennyire gyakoriak? Az majdnem, igen. Szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk akár a legközelebbi csillagról, térségből, Proxima Centauri távolságából mondjuk, magunkat mennyire tudnánk észrevenni a jelenlegi, vagy akár a 90-es évek módszereivel? Biztos volt erre hatástanulmány. Biztos volt erre hatástanulmány, és pozitív volt az eredménye. Hát most már 600 méteres rádiótávcsövek létez, nem többes szám az túlzás, de van ilyen rádiótávcső már. És még visszaugorva az OZMA tervre, mert én már ott meg akartam kérdezni, hogy én annak idején ugye még ráadásul a SETI-t, ami ugyanígy kiejtve úgy hangzik, de még eredetileg még C-vel is leírták, hogy Communications With, ami elképesztően optimistának tűnik. Tehát, hogy a kérdés az, amit fel szeretnék tenni, hogy azok korai célzott kutatások, azok célzott üzenetek, tehát ha úgy tetszik, kozmikus palackposták keresésére irányultak, vagy véletlen technorádió zaj kiszivárgására. Például ezért kérdezem, mert hogy az sem mindegy amúgy, hogy az ember milyen frekvenciákon néz. És hogy ebben most hogyan és mikor, ha volt ebzügyben bármi eltolódás, én azt hiszem, hogy kellett, hogy legyen. Mert ugye a korai, a jobb fajta science fictionokban is lehet olvasni például, hogy vannak olyan kitüntetett
például a hidrogén rádiósugárzásának hullámhosszai, amiket úgymond minden kultúrált civilizáció biztos ezen 21 akarna. 21 centiméteres. Igen, biztos ezen akarna üzenni, hogyha akarna. De azért nem válik ez el olyan nagyon élesen, szóval tulajdonképpen ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokkal az eszközökkel lehet kutatni, és a C betű, ott a CETI, eredeti CETI, az tulajdonképpen a már általam említett bizottság nevében jelent meg először, és nem teljesen véletlenül, hanem azzal összefüggésben, hogy a Frank Drake által kiválasztott naphoz hasonló és naphoz viszonylag közeli csillag, amely felé irányította a rádiótávcsövét, az a Tau Ceti volt, tehát a Ceti csillagkép, a CET csillagképnek a Tau csillaga, és ez nagyon tetszett egyeseknek, hogy ez így rímel, és ezért a bizottságot Ceti bizottságnak nevezték el. Na most ez később bajokat okozott, mert nyilvánvaló volt, hogy itt beszélgetésről, konzultációról szó se lehet még hosszú ideig, vagy legalább lehet, hogy soha. És akkor jött ez a javaslat egy pár évvel később a bizottság megalakulása után, hogy C helyett S-szel írjunk. A kiejtése egyébként ugyanaz, és a SETI az a search a lényeg, tehát hogy keresünk. Én ezt egyébként azért érzem fontosnak, ez egy kis kanyar lesz most talán a témához, de nagyon aktuális kanyar, hogy az a kifejezés, hogy METI, az is előkerül újabban, hogy Messaging to Extraterrestrial Intelligence, tehát hogy mi küldünk üzeneteket, nem várjuk és nem keressük, hanem küldjük. És én váltig hangoztattam különböző fórumokon már, hogy ez nem kutatás, tehát ez nem tartozik a search alá, ez egy önálló história, aki gondolja, az szálljon be, de sok eredményt várni tőle nem nagyon lehet. Igazából ennek ellenére cikkek tömege van, amelyik ezzel a témával foglalkozik, hogy hogyan csináljunk olyan üzenetet, ami érthető, hogyan, hova küldjük meg ilyenek, de voltak éppen a hangsúlyt én a SETI-nek arra az oldalára fektetném, hogy sokkal ígéretesebb, ha mi megpróbálunk felfogni valami érdekeset, mint az, hogy csak úgy találomra küldeni egy üzenetet a világűrbe. Más kérdés, ha erős gyanú merül fel, hogy egy adott bolygón van civilizáció, és onnan esetleg rádió üzenetek, vagy nem rádió jelek, vagy valamiféle rádió sugárzás is érkezik, akkor megpróbálni egy üzenetet küldeni oda, ez okay, szerintem. De az, hogy csak úgy találomra a mérhetetlenül nagy univerzumba elindítani egy üzenetet azért, hogy talán 100 000 évek múlva valaki ezt megér, valaki megkapja, valaki megérti, valaki válaszol, és akkor megint eltelik 100 000 év, amíg visszajut a hozzánk. Hát ennek sok értelme nincsen. Főleg a Krími Obszervatóriumnak a jóvoltából, amelyik a hatalmas rádiótávcsővel rendelkezik, és amelyiknek a korábbi feladatai megszűntek, és amelyik ezért némi anyagi áldozat ellenében bármiféle üzenetet bármikor hajlandó elindítani, és ez bizony bevételt jelent nekik. De ezt én leválasztanám a SETI-ről ezt a fajta tevékenységet. De hát ugye elindultunk onnan, hogy még a nagy Szovjetunióban még az Ambar Cumjannál lehetett doktorizni abból, hogy az ember igen, ezzel foglalkozik. Igen, de hát úgymond teljes merszélességgel főcsillagászok álltak ki mellette. És akkor hogyan jutottunk el oda? Ami a kezdő kérdésemben is benne volt, hogy nekem inkább az az benyomásom, hogy aki SETI-vel foglalkozik, vagy SETI-vel akar foglalkozni, azzal arra még a tudományon belül is ferde szemmel néznek, de hát ezt kérdezem, hogy van-e ilyen például, hogy ez országonként változik.
És akkor Amerika és más volt, mint a Szovjetunió? Amerika más volt sok szempontból, és a Szovjetunióban ennek valószínűleg volt egy ideológiai alapja is. Szóval a szovjet ideológiával, a marxizmussal, ha úgy tetszik, jobban összeegyeztethető volt ez az egész keresés, mint a valláson alapuló társadalmak, vagy vallási hiteken alapuló társadalmakra. Annak ellenére, hogy hát idézzek egy érdekeset, azt sok helyen leírtam már, mert nagyon tetszett nekem, de gondolom itt is érdemes mondani, hogy ezekkel a vallásokkal, ha megkérdezzük a vallásos embereket, hogy hisznek-e abban, hogy létezhetnek más értelmes élelények máshol, más égitesteken is, vagy ez ellentmond az ő bibliájuknak, vagy az ő alap hozzáállásuknak, akkor mindegyik azt mondja, hogy az övének nem, de a többiekének igen. És ez egy szellemes megjegyzés, és ezt egy tudományos konferencián Londonban hallottam, ahol ezt egy lelkész tudós előadásában szerepelt, aki egy ilyen felmérés csinált. Megjelent nyomtatásban is. Szóval ez... Hát talán a Lubavicsi Rebbe is mondott olyat, hogy aki azt mondja, hogy nem létezhet élet a Földön kívül, az korlátozni akarja az örökké való munkáját, és hát kimerészelni. Ez is egy érdekes érvő. Én ezt a türelmetlenséget, hogy 60 év eltelt ugye az első kísérletek óta, a szeti kísérletek óta, és nincs eredmény. Magyarul nem fedeztek fel. Akkor gondoljunk vissza, hogy akár csak bármilyen nagy felfedezésre, amelyik ilyen koncentrált módon készült az emberiség, hát az mind azonnal rögtön eredményt is szolgáltatott, vagy esetleg várni kellett. Hát azért ez nem ilyen egyszerű a dolog. Szóval az hogy 60 év alatt nem... Én azt a példának ezt a Olbers paradoxon magyarázatát szoktam említeni, de lehetne még nagyon sok mindent említeni, hogy megmagyarázni valamilyen jelenséget nem lehet mindig azonnal. És ha nincs jelenség, az se van könnyű megmagyarázni, de azért előfordulhat, hogy aztán mégis fölbukkan valami, amire nem gondolt senki, vagy olyan területen, olyan formában jelentkezik, amire nem gondolt senki, és ami mégiscsak a csoda kategória. Szóval itt a legnagyobb probléma az, hogy azzal párhuzamosan, hogy haladunk egyre nagyobb távcsövekkel, haladunk egyre messzebb a Földtől, egyre többféle objektum kerül a látótkörünkbe, hát olyan típusú égitestek felfedezése, sorozatos felfedezése történt, amilyenek korábban senki se gondolt. Volt, amelyikről aztán azt hitték, hogy mesterséges eredetű, erről most már volt szó, de volt olyan is, amiről mind a mai napig nem tudjuk, hogy miért volt így. Miért ez történt? Én hagyd meséljem el ezt a pulzár történetet egy kicsit más szögből, mint ahogy itt eddig szó volt róla. Hogy ez is 1992 körül történt, hogy Buenos Airesben voltam a Nemzetközi Csillagászati Uniónak a kongresszusán, és ott volt egy lehetőség előadást tartani, és ilyen témákban, SETI-hez hasonló témákban, a Csillagászati Uniónak akkor már az egyik szekciója ezekkel a témákkal foglalkozott, és az én előadásom előtt kiment egy angol csillagász a pódiumra, és bejelentette, hogy ő felfedezett két bolygót, egy bizonyos érdekes módszerrel egy pulzár körül, tehát megtalálta az első bolygókat, amik a naprendszeren túl léteznek. Szó se jutottam, utána nekem kellett előadnom, borzalmas előadást tartottam, mert a fejem nekem is azon járt, és mindenféle
kérdéseket tettek fel neki, hogy hát hogy lehetett ilyet, hát hogy szupernova volt az előtt, a pulzár előtt, az fölrobbant, hát hogy élhette túl, ha meg később keletkezett, akkor hogy keletkezett. Szóval nagy vita volt, a cikk megjelent, és utána egy évvel körülbelül megjelent, azt hiszem az Astrophysical Journalben egy olyan rövid cikk, hogy hát itt tévedés történt a számításban, és a felfedezés nem reális. És az Astrophysical Journal ugyanazon számában megjelent egy cikk, egy másik pulzár mellett valóban felfedeztek bolygókat, és ezek a bolygók voltak, megelőzték egy pár évvel a 95-ös hivatalos felfedezést, mert a Kózsárnak a bolygóit valamilyen nem tekintették igazi exobolygónak. Ezt a felfedezést tehát megint megcáfolta a cáfolatot, szóval ez egy bonyolult folyamat. Hát ilyen bonyolult folyamat az egész. Tehát lehet az, hogy valaki bejelenti, tudományos módszerekkel kutatott, és mégis végén kiderül, hogy nem az, hanem valami más van, és lehet az, hogy senki se gondol rá, egy másik csoport rábukkan valamire, és azóta is igazolják, hogy ezek léteznek. Egy nagyon érdekes kérdés, ez a csodák az égen rovat, igen. Ugye? Amikor az van, hogy nyilván, hogyha én például kozmikus civilizáció lennék, aki bolygókat tud mozgatni, és szeretném bármilyen okból, hogy engem messziről észrevegyenek, akkor lehet, hogy én is építenék valami olyasmit, amiről joggal gondolhatják, hogy ilyen magától nem jön létre. És akkor persze, ugye, vagy hát lehet, hogy nem ezért, hanem egyszerűen akármi gravitációs hullámerőmű céljából egy pulzár körül keringő valami. Most ezek nyilván most hülyeségek, amiket mondok, csak az a kérdés, hogy egy filozófiai kérdés, hogy amikor arról beszélünk, hogy nincsenek csodák az égen, főleg, hogyha valaki 1977-ben beszélt arról, hogy nincsenek csodák az égen, ezt hogyan lehet ilyen irdatlan nagy magabiztossággal állítani? Hát ez az. Én ebben teljesen igazad van. Itt, amit én olvastam ezzel kapcsolatban, az azért az volt, hogy itt Shklovskynak ez a nagy pálfordulása, ez azért lehet, hogy bizonyos értelemben egy külső hatás volt. Egy nem tudományos hatás. Nem tudományos hatás. Ez a szovjet... Igen, valami lehetett ott mögötte. Túl nagy volt a tét, ugye itt, ha valaki ezzel a témával előállt, és egy sikeres könyvet írt róla, és minden, túl nagy volt a tét, hogy ez túl fontos ember lesz adott területen, valami ilyesmi lehetett mögötte. De egyébként hagyd térjek vissza még egyszer, mert ebben teljesen egyetértek veled, hogy azt a bizonyos pulzárt, amelyiknél kiderült, hogy bolygók vannak, akkor részleteket nem ismerem, de azt nagyon-nagyon-nagyon érdemes lenne folyamatosan figyelni, és amit lehet bevetni annak érdekében, hogy többet tudjunk meg róla, mert az egy érdekes objektum. És én egyszer megkérdeztem, és tényleg úgy tűnik, hogy a többi pulzár, sok van most már, ismert pulzárok száma nagy, nem nagyon találtak másikat. Visszatérve megint erre a Shklovsky mondatra, hogy nincsenek csodák az égen. Tehát, hogy igen, a Kardasov-féle felvetést, ugye a hallgató kedvéért, hogy itt az, hogy egy elég fejlett szocialista társadalom, az mondjuk körbeépíti a csillagát annyira, hogy felhasználja annak teljes energiáját, és ennek megfelelően ezt kívülről látunk kéne, hogy másképpen sugároz. Ugye röviden ennyi. Most, igen. Hogy ennek szisztematikus keresőprogram történt ez ügyben? Vagy Nem. Egyáltalán nem tart abban a fázisban, hogy szisztematikus keresőprogram lenne, de azt viszont a Kardasov nem csak ezt az egyet mondta, akkor már mondjuk ki a teljeset, tehát, hogy vannak civilizációk, amelyek az adott bolygóra eső összes energiát fel tudják használni, és vannak olyanok, amelyek egy bolygórendszer összes energiáját fel tudják használni, és talán vannak olyan harmadik típusú, amelyek egy egész tejútrendszer energiáját fel tudják használni,
és talán minden kockázat nélkül ki lehet jelenteni, hogy a mi közelünkben nagy valószínűséggel se a kettes, se a hármas nem fordul elő, mert azt már azért észrevettük volna. Tehát ilyeneket lehet mondani, hogy ezek a szuper civilizációk hozzánk közel, vagy itt a tejútrendszernek ebben a részében biztos nincsenek, és a hármas az biztos nincs a tejútrendszerben. A asztrobiológiával való összekapcsolása a SETI-nek tulajdonképpen igen termékenynek bizonyult. Egy csomó vonalon olyan országok is, akik komolyabban SETI-vel soha nem foglalkoztak, mint Németország például, az asztrobiológián keresztül eljutottak odáig, hogy hát ez a kettő tulajdonképpen rokon vagy kapcsolatban van, és elkezdtek vele foglalkozni. Jodrell Bankben van ugye a legrégebbi nagy távcső Európában, Angliában van, ez az óriás, ez a távcső, SETI programmal hajt végre. Annak a lehetősége megjelent a horizonton, és ma már följebb van, mint a horizont, légkörök színképelemzését el tudjuk végezni. Még olyan is elhangzott, és ezt az állítást senki nem cáfolta, hogyha végül is egy civilizáció nagyon belakja azt a bolygót, akkor világításra van szüksége olyankor, amikor az ő csillaga éppen nem világítja meg azt a félgömböt, és akkor ott megjelennek a mesterséges, a lámpafény. Tehát van itt egy csomó probléma, ami még megoldásra vár, és én úgy érzem, hogy a fiatal generáció igenis érzi, hogy itt fontos dolog van. Én nagyon megdöbbentem akkor, amikor 2019-ben Rómába meghívtak egy ilyen kizárólag olasz SETI kutatók részére rendezett konferenciának a megnyitására, illetve egy előadást tartására, akkor ott legalább 80 ember összegyűlt. És ezen nagyon megdöbbentem, hogy ennyien foglalkoznak SETI-vel. És kiderült, hogy Szardinia szigetén egy nagy rádiótávcsövet építettek, aminek a fő programja a SETI. Úgyhogy ez azért arra mutat, hogy nem reménytelen a helyzet egyáltalán. És azért van szükség nagy nemzetközi összefogásra is, mert azok a kísérletek, amelyek folynak jelenleg, rendszerint egy ország finanszírozza. Kivéve ezt az új, talán erről szót lenne érdemesen megemlíteni, ez a egy négyzetkilométeres array, amelyik egy nagy nemzetközi összefogás Dél-Afrikán, Ausztrálián keresztül, stb., összfelületében példátlanul nagy rádiótávcső rendszer. A Breakthrough megint említésre méltó, az egy szintén magánkezdeményezés volt, és a lényeg az, hogy világ nagy rádiótávcsövein időt bérelni ilyen SETI kutatásokra. Ez folyik. Hogy milyen eredménnyel, nyilván beszámolnak róla, de nem tudok részleteket. Tehát Almár Ivántól hallhattuk ezt a nagyon személyes és nagyon érdekes áttekintést arról, hogy a SETI az mekkora utat tett meg a 60-as, 70-es évektől kezdve napjainkig, és természetesen utána, amikor már kikapcsoltuk ezt a felvételt, akkor természetesen nem tudtuk nem szóba hozni azt, ami a Szokolébresztőben is előkerült, mégpedig a 168. adásban, Avi Leib esetét az óceánajzati UFO roncskereséssel. Ugye ebben a műsorban elhangzott az én interjúm a Harvardi Center for Astrophysics, tehát a Harvard Egyetem Asztrofizikai Kutatóközpontjának az egyik osztályának vezetőjével, aki korábban egyébként a Harvard Csillagászati Tanszékének volt a vezetője, a kozmológus, vagy hát a kozmológiában hírnevet szerzett Avi Leibbel. Nekem már egyébként a harmadik beszélgetésem volt vele az elmúlt években, de hát ugye akkor is elmondtam, meg most is elmondom, hogy ugye nagyon vágyvezérelt dolgokat ad elő. Aki nem hallotta volna az adást, akkor azért javaslom, hogy
akár a Tilos Archívumban, akár a Parallaxis honlapján keresztül, akár a szokolébresztő.hu doménről elindulva meghallgathatja akár YouTube-on, akár SoundCloud-on, akár más platformjainkon ezt az adást is, mármint a 168-at. Szóval ez az ember ott a műsorunkban is elmondta, hogy ő nyáron egy expedíciót vezettek a Csendes óceánba, konkrétan Pápua Új-Guinea közelébe, ahol az óceán ajzaton egy ilyen hajóról húzott tengerajzati szánkó segítségével, amely mágnesekkel volt felszerelve, olyan mágneses, vagyis fém szferulákat, kis gömböcskéket kerestek, amelyekről azt gyaníthatták, hogy egy korábban, évekkel korábban, tehát a 2010-es években felrobbant, feltehetőleg csillagközi eredetű meteornak, vagy meteoritnak a szétrobbant darabjai volnának, és még azt is megpendítette természetesen a világba, hogy szokta, aki ugye mindig szeret provokálni, ezt nem is tagadja, hogy hát mi van akkor, hogyha ez ráadásul nem is egy természetes objektum volt, hanem egy idegen eredetű űrszonda. Na most ugye természetesen már akkor is elmondtam az adás végén óvatosságra intve, hogy hát azért még akkor is, hogyha egy harvardi főcsillagász mondja, azért rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, és ilyeneket természetesen Avi sem mutatott fel. Végül aztán abban maradtunk Almár Ivánnal, amikor szóba hoztuk ezt a kérdést, illetve Nádasi Attilával, hogy ez az Avi jelenség, ez hát inkább káros egyébként, ez az Avi lejpféle jelenség, mint hogy segítene. Ugye gondolhatnánk, hogy segít annyiban, hogy a földön kívüli intelligencia utáni kutatásra tereli a figyelmet, és mindenképp provokatív kérdéseket föltenni az a tudományban is hasznos tud lenni, de káros annyiban, hogy itt ugye ezt egy olyan professzor teszi, aki amúgy rengeteg mindent letett a tudomány más területein az asztalra, mondom a korai univerzummal kapcsolatos, az ősrobbanás utáni néhány tized másodperccel kapcsolatos elméleti munkái, azok igen fontosak voltak, és annak köszönhetően szerzett hírnevet. És most ugye olyan területen kalandozik, ami viszont hát neki igazából inkább ilyen hobbi területe kéne, hogy legyen, és ennek megfelelően alapvető szakmai hibákat vét. Na most ezt nem én mondom, mert én ugye meghallgattam, és ugye meghallgattuk mindannyian itt az adásban, akik hallgatták az ő érveit és véleményét, ami akár logikusnak is tűnhetett sok szempontból, és azóta persze, mivel a tudományról van szó, és ezért jó a tudomány egyébként, hogy szerencsére nem hagyják szó nélkül a dolgokat az emberek, megjelentek mindenféle kritikák egészen jó helyekről is, például a tudományos világban ilyen preprint szerverek vannak, ahol még olyan írományokat lehet föltenni, amik még nem estek át a szerkesztői bírálati folyamaton, ezek, de már előkészített cikkek, ugye, amelyek azonban még nem jelentek meg tudományos közlemény formájában, hanem csak ilyen, hát mondjuk úgy, hogy piszkozatok, mert ilyen dolgokat szeret egyrészt ugye Avi Leib is feltölteni, illetve hát a munkatársa Amir Szirázs, és ugyancsak ezen az archív, vagy archive nevű szerveren, ilyen dokumentum lerakatban olvasható, Steve Dash és Alan Jackson, hát úgymond cáfolata, vagy kritikája, ők az Arizona State University űrkutatás és csillagászati tanszékeiről vannak, és hát megfogalmaztak néhány olyan állítást, ami engem azért lepett meg, mert még azokat a részeit is kritizálják az Avi Leib által múltkor kifejtett dolgoknak, amelyekről én azt hittem, hogy azt úgy kb. El lehet hinni. Tehát rögtön itt van ez az első állítás, amit ugye tett az adásunkban is Avi Leib, hogy az a objektum, ez 99% vagy még annál is nagyobb valószínűséggel csillagközi eredetű volt, hiszen a mérések szerint olyan nagyjából 60 km per másodperces sebességgel csapódott a légkörünknek, és hát nyilván, hogyha valóban ekkora a sebessége valaminek, akkor csak ugyan azt kellene mondanunk, hogy az bizony naprendszeren kívüli eredetű, tehát ekkora sebességgel egészen egyszerűen nem lehetne kötött egy objektum. De kiderül most itt, hogy ez a két szerző, aki kritizálja itt Leibnek a hát enyhén szólva is ugye rendkívüli kijelentéseit, amelyek ugye rendkívüli bizonyítékokat igényelnének, hogy a Carl Sagan szokta volt hangoztatni,
Hát szóval, hogy azt mondják, hogy itt azért jócskán vannak mérési hibák ebben az adatbázisban, nem sok ugyan, de ugye éppen ez a mérési ilyen paradoxon úgymond, amit egyébként a COVID vakcinák idején is elmondtak sokan a gyors tesztekkel kapcsolatban, hogy bizony-bizony van egy pici, de nem elhanyagolható mérési hiba. De mondjuk, mit tudom én, van egy módszernek egy olyan mérési hibája, hogy hamis pozitív eredményt szolgáltat az esetek mintegy 1%-ában. Ugye az 1% az egy nagyon kicsi százalék. Na viszont, hogyha a populációnak mondjuk csak az 1000-e fertőzött, akkor ez azt jelenti, hogy az az 1%-os mérési hiba, az bizony tényleg azt jelenti, hogyha valakinek van egy pozitív tesztje, akkor az sokkal valószínűbb, hogy abból adódik, hogy a teszt vétett egy mérési hibát, mint hogy valóban fertőzött az adott ember. Egyszerűen azért, mert a fertőzöttség aránya mondjuk ez esetben ugye kisebb, mint a tesztnek az úgymond mérési hibája, amellyel ugye hamis pozitív eredményt ad. Ugye ilyesmiről van itt is szó, hogy bár ebben az adatbázisban valóban nagyon pontosan vannak megadva, hogy mondjuk, mit tudom én, az eseteknek csak 1000-ében szerepelnek valószínűleg nagyon pontatlan sebességadatok. Na de ugye itt nem konkrétan azt vizsgálták a viék, hogy egy konkrét objektumnak mekkora volt a sebessége, hanem megnézték az adatbázist, hogy hány olyan objektum van, amelynek a sebessége ezen becslések alapján mondjuk olyan nagy, hogy a naprendszeren belüli eredete kizárható lenne, és hát találtak is ilyeneket. Na most itt ugye megint csak erről van szó, ez egy érdekes dolog, ismeretterméret vagy méréstechnikai dolog, hogy ennyiből tuti, hogy talál az ember egyet-kettőt, ami már csak a mérési hiba miatt is nagy sebességgel halad. Tehát, hogyha az ember így közelít a problémához, akkor értelem az állításnak az én azt hittem, hogy a leginkább vitathatatlan része az, hogy itt műholdakkal, meg egyéb módszerekkel mérték, hogy ennek a bizonyos meteor testnek, ami belépett a Föld légkörébe, mekkora a sebessége, hogy még ezen a ponton is, ami egyébként megjelent Lebnek és Szirácsnak egy korábbi cikkében az Astrophysical Journalben, vagyis a legnevesebb csillagászati szaklapban, na, hogy még itt is bizony problémák lépnek föl. És arról aztán nem is beszélve, hogy amit állított Avi, hogy az ferulák, amiket találtak, azoknak olyan az összetétele, ami a naprendszerre nem jellemző, hát bizony kiderült, hogy ez a berillium-lantán-urán kompozíció az egyáltalán nem annyira sajátos, legalábbis a Földön nem, hiszen ipari melléktermékekként, kohászatban melléktermékként igen gyakran keletkeznek ilyen kombinációk, tehát a Földön egyáltalán nem meglepő ilyen szferulákat találni, és akkor természetesen arra kell gondolnunk, hogy hát mi a valószínűbb, hogy itt egy földi ipari termék, amivel valószínűleg azért tele van a légkörünk, egy ilyet találtak, vagy valóban az, hogy egy csillagközi meteoritból származnak a darabok, amelyről azonban legnagyobb meglepetésemre tulajdonképpen az sem állítható teljes joggal, hogy feltétlenül csillagközi lenne. És egyéb más gyengeségeire is rámutatnak itt az aviféle érveknek. Mondom még egyszer, hogy még ez maga, tehát ez a kritika sem esett, tehát hasonlóan avi lőbb állításaihoz, ezek a kritikák sem estek még át egyébként ilyen szakmai minőség ellenőrzésen, hogy úgy mondjam, tehát ezért ebbe is nyilván bele lehet, és bele is fognak kötni, de azért még egyszer, hogyha abból az alapállásból indulunk ki, amelyből ki kell, hogy induljunk, hogy rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy amit Steve Dash és Alan Jackson állítanak ebben a kritikájukban, és sokan mások is, akik azóta megfogalmaztak hasonlót a tudományos világban, hát akkor inkább azt kell hinnünk, hogy nagyobb valószínűséggel, lényegesen nagyobb valószínűséggel nekik van igazuk. Azért illett ide szerintem ez a megjegyzés, mert egyrészt úgy gondoltam, hogyha egy teljes adást szántunk Avi Leibnek, ugye a 168. adásban, akkor a kritikának is kell szentelnünk időt, tehát az nem lehet, hogy itt ne hangozzon el, hát az egyszerűen nem lenne korrekt. Másrészt ugye abszolút passzol is a SETI témához, amiről ma beszéltünk, hiszen ez is egy ilyen unortodox módja tulajdonképpen a Földön kívüli intelligencia nyomainak, technomarkereinek keresésének itt a Földön.
ami hát azonban olyan terület, ahol nagyon-nagyon-nagyon könnyű vékony, sikamlós jégre merészkedni, és hát az meg nagy eséllyel beszakad az ember alatt. Nyilván nem ez volt az első eset, hogy valami felkeltette az emberek érdeklődését. A klasszikus szetire gondolok itt, tehát például furcsa rádiójelek, amelyek elsőre úgy tűntek, hogy akár idegen eredetűek lehetnek. Egy esetre emlékszem a 2000-es évek, 2010 környékéről azt hiszem, amikor egy ausztrál rádióobszervatóriumban meggyőződésük volt, hogy hát egy jel, ami jön néha, bizonyos napokon az csak is mesterséges eredetű lehet, és így is volt, de nem a légiforgalomból, vagy valami ilyesmiből származott, amit aztán gyorsan kizártak, és nagyon izgatottak lettek, hogy akkor ez most tényleg a földön kívülieknek a jele. Hát kiderült, hogy volt ott a csillagászati obszervatóriumban néhány ember, akik bizony a mikrohullámú sütőt helytelenül nyitották ki. Tehát még mielőtt kikapcsolták volna, kinyitották az ajtót, és ez a mikrohullámú jel, ez a kis ugrásszerű jel, ami ilyenkor a mikrosütő ajtajának kinyitásakor kiszabadult, úgymond, akkor az befolyásolta a kaja melegítés eredményeként a méréseket az óriási rádiótávcsővel. Tehát bizony ilyenek is vannak, és hát általában ilyesmik szoktak kiderülni, úgyhogy itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni minden ilyen területen, ahogy ezzel Almár Iván is természetesen egyet értett, amikor még itt az interjú után beszéltünk erről a kérdésről is. A mai adásnak azonban vége van, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer Nádasi Attilának és főleg Almár Ivánnak nagyon köszönöm, hogy összehozhattuk ezt a beszélgetést. Fantasztikusan érdekes volt szerintem. Két hét múlva újra jelentkezik a Szokolébresztő. Addig is mindenki vigyázzon magára. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.